Nekem is 14 emberem van, megtartottam mindenkit. Két éve nyitott ez a dombovári étterem, azonban az ország más vendéglátó egységeihez hasonlóan már hónapok óta zárva tart. Harmati Ákos tulajdonos 14 munkavállalóval dolgozik. Azt mondja, mint sok kollégája, ők is a fennmaradásért küzdenek. A legrosszabb ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mikor és mit csinálhatunk. Szóval meg van kötve a kezünk, de úgy gondolom, hogy ha kinyithatunk, akkor, hát akkor úgy gondolom, hogy bombarobbanás fog történni itt egész Dombováron, vagy a környéken, vagy akármelyik étterembe. Úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok, az összes kollégámnak és az összes étterem tulajdonosnak, aki most ebben a helyzetben van. Ezek a rekeszek, amik teljes mértékben lejártak. Míg januárban jártunk ebben a szekszárdi sörözőben, akkor 430 darab lejárt üdítőt számolt össze a tulajdonos, közel 130 ezer forint értékben. Azonban ez az összeg azóta csak emelkedett. Borza Emese azt mondja, tartalékokból él, és közel 1 millió forinttól esik el havonta úgy, hogy többek között bérleti díjat, rezsit és az alkalmazottat is fizetnie kell. Semmilyen bevételünk nincsen. Egy fő munkavállaló van, aki az állományunkban aktív munkavállalóként szerepel. Őt fizetjük, és ugyan kapunk rá támogatást, de ez olyan jelentősen nem csökkenti egyébként a kiadásainkat, hiszen a személyi jövedelemadó, illetőleg a társadalombiztosítás fizetési kötelezettségünk az teljes mértékben megmaradt és fennáll. Ezen kívül megmaradt, valamilyen szinten kaptunk lehetőséget arra, hogy a bérleti díjat csökkentsük, de valamilyen szinten ugye kell ezt fizessük. Illetőleg ugye a teljes bevételtől elestünk. Voltak tartalékaink, és azt gondolom, hogy egy normál tartalékkal indultunk tavaly az első hullámkor. Több millió forintra kell gondolni. Az első hullám is nagyon sokat elvitt, de úgy gondolom, hogy még közel sem annyit, mint így a mostani. Főleg, hogy ugye a mostani az beleesett az ünnepekbe, illetőleg, hogy ugye több ideje is vagyunk zárva. Megromlanak a készleteink, kivétel ugye a rövid italok és a szeszes italok. Sajnos az üdítőket nem tudtuk visszavételezni, nem tudták visszavételezni nekünk, így az sajnos megmaradt. A vendégeink napi vagy heti szinten kérdezősködnek, hogy mikor nyitunk, mi pedig otthon várjuk a csodát, hogy mikor tudunk újra jönni dolgozni, mert már nagyon szeretnénk. És hát én számolgattam, úgy gondolom, hogy nagyságrendileg a március-április, amíg még ezekkel a tartalékokkal húzni tudjuk, de utána egyáltalán nem. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a kormányzati támogatások nem elegendőek ahhoz, hogy a vendéglátás turizmus szektor fent tudjon maradni. Ezért fontos, hogy minél előbb kinyithassanak a vállalkozások. Ennek megoldására tett javaslatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Gyakorlatilag kiesett az vendéglátás turizmus szektornak nagyon sok idő. Ez azt is jelenti, hogy már tavaly óta leginkább zárva voltak a vendéglátás turizmussal foglalkozó vállalkozások. És hát ez gyakorlatilag az ő tevékenységüket sok esetben lenullázta, és várhatóan így minél előbb el kéne kezdeni a tevékenységet ezen a szektorban is, mert ugyan kaptak ilyen támogatásokat is, bértámogatást, meg egyebeket, de ez nem pótolja a tevékenységet. És minél több idő telik el, annál nehezebb lesz ebben a szektorban az újrakezdés. Véleményünk szerint bizonyos feltételek mellett a vendéglátás turizmusban is lehetne kezdeni a korlátozások előírásával és annak betartásával. Mi azt szeretnénk elérni, hogy azok, akik védettek, mint vendégek, azok igénybe vehessék a szektor szolgáltatásait, és ha csökkentett mértékben is, de induljon el a szolgáltatás ebben a szektorban. Miután a többi szektorban gyakorlatilag már elindult, vagy részben már elindult a szolgáltatás.
Fischer Sándor elmondta, nagyon fontos, hogy májusig elinduljon a vendéglátás turizmus. A legjobban a szállodaipart érintette ez a korlátozás, illetve egy-két a turizmussal kapcsolatos szolgáltatásokat, és a szállodaipar újrakezdése az rendkívül anyagigényes, emberigényes és időigényes, és ezért kellene minél előbb lehetőséget biztosítani azoknak, akik bizonyítottan a részt vettek az oltásban, és mentesek a járvány terjesztésében, tehát őnekik lehetőséget kéne biztosítani, ehhez megfelelő ilyen igazolást kéne kiadni, és lehetőséget kell tenni. Itt van a május, amikor megindul általában a turizmus és vendéglátási szezon. Szerintem májusra ezt mindenképpen meg kéne tenni, mert különben menthetetlenül nagy kárt fog szenvedni ez a szektor.